Ha meglátják a gyerekek, ahogy a Son Gokuék röpködnek meg, verekszenek, és hirtelen ők is ki akarnak majd ugrani az ablakon, ezt a szennyet nem nézhetik a gyerekek. Tiltsuk be! Tiltsuk be! Oké, lehet, hogy nem ezekkel a szavakkal történt pontosan, de kb. Ilyesmi logika volt amögött, amikor a 90-es évek végén a magyar médiahatóság, amit akkor még ORTT-nek hívtak, betiltotta a Dragon Ball Z-t. Vagyis hát igazából nem tiltotta be, de... Szóval ez egy hosszú történet. De mielőtt erre rátérnénk, még megnézzünk útközben egy rakás animét, amit ilyen vagy olyan indokkal, de egy vagy több országban részben vagy egészben betiltottak. Sziasztok, én Dani vagyok, és ez itt a Rita, a mai videónkban pedig a Tokyo Treat támogatásával betiltott animéket szedünk össze. És hogyha te is megnéznéd ezeket a betiltott animéket, és hozzá egy kis japán nasit is ennél, akkor rendelj egy Tokyo Treat dobozt, ami tele van mindenféle japán finomsággal és édességgel. Ráadásul, hogyha most a Lead Hungary kódot használod, akkor 5% kedvezményt kapsz az első dobozod árából. Lebb meg vele magadat, vagy valakit, akit szeretsz. Link a leírásban. Shingeki no Kyojin. Tagadhatatlan, hogy a legnépszerűbb jelenleg is futó animéről van szó, hiszen az Attack on Titan rendre vezeti a nézettségi listákat, és biztos vagyok benne, hogy az emberek többsége tűkön ülve várja a folytatást idén ősszel. Kivéve, ha Kínában lakik az illető, hiszen itt teljesen be van tiltva. Na, megint egy betiltós, cenzúrázós videó, és mindjárt Kínával kezdünk. Igen, ez már hagyomány. Az animét az erőszak túlzott megjelenítése miatt tiltották be, ami hát... Ilyen alapon szinte mindent be lehetne tiltani, de ismerjük a szokásos sztorit. A PUBG simán maradhat, mert a kínai fejlesztők jól keresnek belőle, csak ott kell egy alternatívát találni, hogy az ellenfelek, akiket megölsz, akarom mondani, ráveszed, hogy hagyják el a csatateret, azok szimplán kedvesen elköszönnek és letérdelnek. Lehet, hogy az Attack on Titan is maradhatott volna, ha a Levi kardok helyett inkább Luffy fegyverekkel addig csikizte volna a titánokat, amíg úgy nem döntenek, hogy ők köszönik szépen a szórakozást, és most már inkább hazamennek. De oké, azért valamilyen szinten értem, valóban elég naturalisztikus, véres jelenetekről van szó, és ez biztos, hogy valami korlátozás kell, de ugye Kína nagyon furán kezeli a média szabályozást. Korhatárok nincsenek, csak egy központi cenzúra hivatal dönthet arról, hogy valami mehet-e vagy sem, ha pedig egyszer valamit beengednek, arra minden korosztály mehet. Szóval igen, horrorfilmekre bejöhetnek a gyerekek, de nehogy már idősebb kamaszok vagy felnőttek megnézhessék az Attack on Titant. Persze, ne legyenek illúzióink, még a gigantikus tűzfalú Kínában is megtalálják a módot az anime rajongók, hogy megnézzék a sorozatot, csak legfeljebb nem hivatalos úton. Az internet egyik vicces mém, vagyis hát inkább webképregényes szubkultúrája a Country Ball, vagy ismertebb nevén Poland Ball. Ez egy olyan mém formátum, aminek a lényege, hogy mindenféle világpolitikai vagy országokhoz köthető sztereotípikus sztorikat úgy ábrázolnak, hogy megszemélyesítik az adott országokat. Na, egy ehhez hasonló manga volt a Hetalia Axis Powers, ami komikus módon akarta bemutatni a mindenféle nagyhatalmak viszonyát egymáshoz a világháborúk alatt és utána. Amikor 2008-ban a japán Kids Station bejelentette, hogy anime adaptációt készítenek a mangából, Koreában aláírás gyűjtésbe kezdtek, hogy még Chirájában folytsák el a sorozat megjelenését, mondván a manga Korea karaktere sértően sztereotíp fényben mutatja be a koreai embereket. A Kids Station azzal védekezett, hogy oké, a mangában lehet, de az anime adaptációban nem is szerepel majd a karakter, ennek ellenére úgy döntöttek, hogy nem mutatják be az animét. Annak ellenére, hogy elkészült, öncenzúrával mégsem jelenhetett meg. Két évvel később a Funimation, ma már Crunchyrollként ismerhetitek, megszerezte az animéhez a jogokat, és végül interneten keresztül megosztották a nagy közönséggel, és nem, koreai karakter tényleg nem szerepel benne. Ha azt mondom, hogy a Pokémont betiltották, akkor milyen indokra tippelnétek és melyik országra? Oké, ha Kínára tippeltél, akkor amúgy akár az is lehetett volna, mondom, nagyon kevés dolgot nem tiltanak, ami nyugaton népszerű, de jelenleg épp Szaúd-Arábiáról van szó. Akkor biztos arra a részre gondolunk, amit még Amerikában is betiltottak, amiben Jessie-nek hatalmas anime bazonkadonkái lesznek, igaz? Nem. A szaúd-arábiai főmufti, és nem, most nem csak úgy szlengként használom, a főmufti az iszlám vallás törvényeinek legnagyobb szakértője, és így a legfőbb vallási tekintély az országban, tehát a főmufti az egész Pokémon franchise-ra fatvát hirdetett, ami gyakorlatilag egy általános tiltás és kiátkozás. És hogy miért? Elsősorban amúgy a kártyajáték miatt. Állítások szerint ez szerencsejátékot népszerűsít a gyerekek körében. De még veszélyesebb az iszlám vallási vezetők szerint, hogy a Pokémon konkrétan valójában a zsidók eszköze arra, hogy megrontsa a gyerekek agyát és távolabb vigye őket Allahtól. Igen,
Ez konkrétan így hangzik el prédikátorok szájából. Népszerű városi legenda, hogy a Pokémon szó japánul igazából valami más üzenetet hordoz, például, hogy nem létezik Isten, vagy hogy zsidó vagyok, és van olyan egyiptomi egyetemi tanár, aki hallotta, hogy egyes Pokémonok nevei ilyen üzeneteket hordoznak. Utána néztek esetleg a fatva előtt, vagy csak így bemondásra elhitték ezt. Minden esetre az iszlám világban máig fennálló tévhit, hogy a Pokémon valamilyen cionista összeesküvés eszköze, ebben talán csak az az igaz, hogy a japán kultúra számára a nyugati vallások valóban misztikusnak tűnnek, így amikor valami misztikusat keresnek, akkor keresztény és zsidó képi világot, utalásokat, elnevezéseket használnak, ám ezzel nincs semmi hátsó szándékuk, csak az, hogy egzotikusnak hangozzon, kb. Ugyanúgy, ahogy Kozsó használta a szamuráj képét a híres Álmokfutók számban. A Kinnikuman egy szuperhős paródia, alapvetően amúgy elképesztően emlékeztet a sztoria a One Punch Man-re, bár tekintve, hogy ez volt előbb inkább fordítva igaz az állítás. A lényeg a főszereplőnk egy bizonyos Kinnikuman, egy ügyetlen szuperhős, akiről kiderül, hogy ő Kinniku bolygójának rég elveszett hercege. Mielőtt a trónját visszaszerezhetné, bizonyítania kell, és legyőznie más csodzsinokat, ami kb. Szuperhősre lehetne fordítani. Az egész arról szól, hogy mindenféle verekszős bajnokságokban jelentkezik, barátokat és ellenségeket szerez, ellenségekből barátok lesznek, stb. No de. Annak ellenére, hogy az egyik legnépszerűbb japán mangáról van szó, van itt egy karakter, aki miatt nagyon rezgett a léc a nyugati világban. Breckerman Jr. egy német származású hős volt, akinek első jelmeze kísértetiesen hasonlított egy nagyon specifikus katonai egyenruhára. De igazából nem csak arról van szó, mint amikor a K-pop énekesek véletlenül horogkeresztes pólót vesznek föl, hanem arról, hogy a karakter konkrétan náci volt, vagy legalábbis egy önbevallottan náci szuperhős fia, aki ráadásul ezeket az eszméket tanulta apjától. Na de önmagában azzal, hogy ilyen gondolkodásmódú karakter van a sztoriban, még nem érdemel a betiltást. A francia törvényhozók problémája elsősorban az volt, hogy Breckerman Jr. bár negatív szereplőként kezdte, a történet során egy pozitív hősé emelkedett, annak ellenére, hogy továbbra is nácinak nézett ki. A ruháját végül megváltoztatták egy általános katonai egyenruhára, de a karakter múltja miatt Franciaországban továbbra is betiltva maradt az egész franchise, és amikor a manga alapján készült játékfigurákat nyugatra vitték, Breckerman és Breckerman Jr. kimaradtak a listából. Zseniális a Record of Ragnarok 2017-es manga és az abból készült 2021-es anime története. Az istenek ezer évente összegyűlnek, hogy döntsenek az emberiség sorsáról, és a legújabb alkalommal úgy döntenek, az emberiség 7 millió éves történelme most már indokoltá teszi, hogy kiírtsák őket. Ám az egyik valkűr, Brünnhild egy játszmát ajánl fel. Az emberek 1v1 harcokban összecsaphatnak az istenekkel, és a 13 harcból 7-et megnyernek, akkor megmenekülnek a kihalástól. Ehhez összegyűjtik az Einherjárokat, a kiemelkedően fontos embereket a történelemből, és ők harcolnak az istenekkel. Szóval olyan emberek, mint Ádám, igen, az első ember, harcol Zeusszal, hasfelmetsző Jack Herkulessel csap össze, de még Buddha, igen, a békességről híres Buddha is felbukkan, hogy Hajjunnal a démonnal megküzdjön. Na de Indiának szúrta a szemét a sorozat, úgyhogy ott levették a képernyőkről. Igazából egy olyan sztoriban, ahol az emberiség történelmének legfontosabb szereplői plusz mindenféle isteni alakok felbukkannak, nem nehéz kitalálni, hogy valami vallási érzéseket sértett ez a sorozat is. Jelen esetben egész konkrétan Shivával, vagyis a sorozat sajátos bemutatásával volt a probléma. Az anime ugyanis kicsit lazábban kezeli a mindenféle mitológiai szereplőket, és bár a reprezentációjuk közel áll az eredeti forráshoz, elég szabadon kezelik a személyiségüket, így a Hinduk Nemzetközi Szövetsége szerint Shiva vidám és jó hangulatú bemutatása távol áll az istenség általuk gondolt igazi személyiségétől, arról nem is beszélve, hogy a külsejével is akadnak gondok, a tetoválások, a karok száma sem stimmel, ezért elővigyázatosságból az anime a Netflix India szolgáltatásából kikerült, megint csak öncenzúrával az alkotók el akarták kerülni a kényes pereskedést. Az Osomatsu Kun manga a 60-as években volt iszonyú népszerű. Nem volt nagy sztória, főleg egy hatosikerpárról szólt, akik mint 10 évesek, ötödikesek és mindenféle balhéba keverednek, főleg azért, mert összekeverik őket, annyira hasonlítanak. 2015-ben kaptak egy új anime adaptációt, Osomatsu Sun, vagyis Mr. Osomatsu címen, amivel kicsit a negyedik falat döntögették, és bizony, pont ez lett a veszte az első epizódnak. Az első rész ugyanis azzal nyit, hogy az ikrek arról beszélnek, hogy kapnak egy új anime adaptációt, csak hogy mostanra már 10 évvel idősebbek, felnőttek, és nem tudják, mi a menő a gyerekek között, és nem tudják, hogyan győzzék meg őket. Úgyhogy az első részben gyakorlatilag végig mindenféle népszerű anime keretébe helyezik az ikreket. Attack on Titan, Dragon Ball, Naruto, Bleach, Sailor Moon, és hát bizony ezzel a sok utalással és sok egyértelmű bemutatással nem sikerült átütniük a japán szerző jogi védelem falán, úgyhogy sajnos a részt le kellett venniük. Azóta ez a betiltott epizód legendássá vált, főleg, hogy ez volt az első rész, de persze szerencsére az amerikai jogrendszer engedékenyebb a paródiával szemben, úgyhogy ott lemehetett. Na viszont, ha a Voltes 5-ra ránézünk, itt már tényleg a legártatlanabb animét látjuk. Egy tipikus szuperhős csapat sztori, egy nap űrlények, a Boazániak támadják meg a földet,
és látszólag semmi esélyük, semmi reményünk nincs ellenük. Igen ám, de egy tudós titokban pontosan erre az eshetőségre készült és egy hatalmas robotot épített, amihez 5 robotpilótára van szükség. Épp ezért már titokban képezte a gyerekeit, akik kiegészülnek egy amerikai rodeo bajnokkal, igen, jól hallottad, rodeo bajnokkal, meg egy japán katonatiszt lányával, és együtt ők irányítják a szuper elektromágneses robotot, a Voltes 5-ot. A robot esélyt ad az emberiségnek az űrlényekkel való küzdelemben, és gyakorlatilag a sztori hosszasan erről szól. Mi lehetett ezzel a baj? Esetleg valami vallásos érzés sértett a robot dizájnja, vagy ne talán mesztelenül lehetett csak vezetni a robotot, és ez végigmutatta az anime? Egyik sem. A Voltes 5 pontosan annyira ártatlan gyerekeknek szóló sztori, mint amilyennek hangzik, a probléma az volt, hogy túl népszerű volt. Bár az anime eredetileg japán volt, valamiért a Fülöp-szigeteken lett iszonyú népszerű. A gyerekek imádták, mindenki ezt nézte. Viszont a 70-es években épp egy elég komoly diktatúra volt az országban. Ferdinand Marcos hadiállapotot hirdetett, hogy rendeletekkel kormányozhasson, és gyakorlatilag egy személyben hozott döntéseket mindenről. Így természetesen a média is komoly cenzúra alá került, és rengeteg olyan animét, sorozatot tiltottak be, amik szerinte rossz hatással vannak a gyerekek fejlődésére, vagy épp rossz irányba viszi az erőszakkal való kapcsolatukat. És mindennel együtt a Voltes 5 betiltása egy hatalmas szimbóluma lett a Marcos féle diktatúrának. Gyakorlatilag a szólás szabadság elnyomásának jelképe lett az anime, és ha előtte népszerű volt, ezután legendás státuszt kapott. Olyannyira, hogy mikor a 80-as évek végén Marcos elvesztette a választásokat, és Fülöp-szigetek újra kezdett épülni, megint visszatért az országba a Voltes 5. A tiltás során pont ráadásul a sorozat utolsó 4 részét soha nem láthatták a gyerekek, egy külön mozi eseményt csináltak az egészből, és a lezáró 4 részt egy filmként vetítették a mozik, hatalmas nézettséggel. És bizony erről a sztoriról eszünkbe juthat a listánk első helyezettje, amit nem feltétlenül azért raktam az első helyre, mert annyira nagyszabású vagy fontos helyzet lenne globális szinten, viszont itt Magyarországon mindenképp az. Igen, az első helyen a Dragon Ball Z magyar betiltása áll. A mi sztorit kezdjük azzal, hogy amúgy az anime nem lett betiltva Magyarországon, csak korlátozva. Biztos mindenki azt hiszi, hogy most elmesélem a sztorit a gyerekről, aki kiugrott az ablakon és várta, hogy jöjjön a sárga felhő és elvigye. Ilyen viszont legjobb tudomásunk szerint nem történt. Városi legendaként iszonyú népszerű a sztori, viszont egy hiteles hírforrás sincs róla, hogy bármi ilyesmi történt volna. Sokkal valószínűbb, hogy elkezdték példaként terjeszteni ezt a történetet, hogy ilyenre sarkalhatja az anime a nézőit, de nincs olyan komoly baleset, ami összefüggésben lenne hozható a Dragon Ball Z-vel. Pusztán annyi volt, hogy a szülők panaszkodtak, hogy a Dragon Ball Z milyen erőszakos mese, megy itt reggel a kisgyerekeknek, pici gyerekek is nézik, hát ez így nem jó. Az ORTT pedig nem igazán vágta mi a szitu, de hát látta, hogy tényleg beregszenek ezek a nagyhajú micsodák, úgyhogy akkor legyenek szívesek ezt az esti órákban betíteni. Fontos adalék, hogy ez még a tévés korhatár besorolás előtti időkben volt. Akkoriban ezek az óra meghatározások számítottak korhatárnak. Az RTL Klub, ami vetítette az animét, azt mondta, oké, a Dragon Ball-t csak este vetíthetjük. Még jó, hogy annak a sorozatnak pont vége, most jön a Dragon Ball Z, arra nem vonatkozik a tiltás, az mehet. Az ORTT pedig nem értette, hogy excuse me, ezt most tiltottuk be, de még mindig megy. Az RTL megmondta, hogy de hát ez már más, mert már világít a haja, meg tök más anime. Az ORTT megmondta, hogy nem, ez sem mehet, csak késő este is, pont. És bizony, 1999-ben ez hatalmas törés volt az átlag Dragon Ball néző fiúknak, és ahogy az Index 2019-es cikke is felidézi, többen aláírás gyűjtésbe is kezdtek a panelban, hogy hozzák vissza a Dragon Ball-t, mert hogy a képeken valóban látható erőszak viszont alapvetően arról szól, hogy idézem, a legdurvább ellenségeskedésből is kialakulhat mély, őszinte barátság. Arról, hogy mindig van esély a családi traumáink feloldására, hogy olyan ember is lehet a legnagyobb szövetségesünk, aki pár évvel korábban a saját testével több száz méter magasról rázóanva döfte át az édesapánk melkasát. A sorozat hősei a gyengék, a kiszolgáltatottak védelmezésére tanítják a nézőt, és arra, hogy mindig törekednünk kell a megbocsátásra. És amúgy valóban, ez tök szép, viszont szeretném ellenvetésként felhozni, hogy amikor mondjuk 2-10 éves fiú úgy dönt, hogy ők most a kertben Dragon Ball-osat játszanak, akkor mit csinálnak? Oda mennek az ellenségeikhez és összebarátkoznak velük? Feloldozzák a családi traumáikat? Kimennek az utcára, megkeresik a gyengéket és a kiszolgáltatottakat és védelmezik őket? Vagy nekiállnak bunyózni és kamehameházni. A Dragon Ball Z-t ugyebár nem tiltották be, csak kvázi korhatárosra tették, kicsit túl durva módon. Az RTL Klub az eset után próbát tett azzal, hogy a kijelölt idősávban vetítse az animét, de nyilván késő éjjel azt a kutya sem nézte, úgyhogy levették a műsorról. Ezzel kvázi sikeres lett a betiltás. Az viszont azért nyilvánvaló, hogy nem 4-5 éveseknek való Dragon Ball, akik ezeket a tanulságokat még nem tudják lemonni belőle, ám ez már inkább a szülők feladata lenne, hogy ellenőrizzék, mit néz a gyerekük, és beszélgessenek
beszélnek a látottakról, de persze ennél mindig egyszerűbb lesz az, hogy kategorikusan betiltsuk azt, amivel a szülők nem akarnak foglalkozni. És ne felejtjétek, a Lead Hungary kóddal 5% kedvezményt kaptok az első Tokyo Treat-es dobozotok árából. Ti melyik animét láttátok már a felsoroltak közül, esetleg van olyan, amit lehagytunk a listáról? Írjátok meg nekünk kommentben, vagy beszélgessünk a Discord szerverünkön, ez linket találtok a leírásban. Ha pedig nem akartok lemaradni a podcastunk a Leadcast élő adásairól, akkor ezt pénteken a Lead Plus Twitch csatornán követhetitek. De ne aggódjatok, hogy erről lemaradtok, mert felkerül YouTube-ra is az új Leadcast csatornánkra, és Spotify-ra is Leadcast néven, ott is megtaláljátok erre keresve. Ha tetszett a videó, sokat segít nekünk, ha ezt egy lájkkal is jelzed, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le a további tartalmainkról sem. Várunk legközelebb is!